Sziasztok, én Marci vagyok, és érkeztünk a legújabb Minecraft Challenger részhez. A mai három kihívásunk nem lesz más, mint egy viszonylag élhető ház elkészítése. Egy olyan feladat, hogy öljek meg 10 mobot, és a harmadik pedig, hogy aludjak egy másik falusi mellett, egy másik ágyban nyilván. Azt találtam ki, hogy ha sikerült megcsinálnom az összeset, akkor kapok egy óra plusz időt, ahol nem challenge-et kell csinálni, hanem azt csináltok, amit szeretnék ezen a mapon. Így azért picit gyorsabban tudunk fejlődni, meg minden. Ezt majd nektek timelapse formájában mutatom meg, hát ha sikerül a mai challenge, mert hát ha nem láttad volna az előző videót, kattints az i betűre, de abban ugye nem sikerült. Abban nem sikerült. Reméljük, most sikerülni fog. Mindjárt el is indítom szerintem a stoppert, és akkor igen, kezdjük is. 3, 2, 1, indul. Jó, gyorsan, szóval viszonylag élhető házhoz kell nekünk fa. Igen, a viszonylag élhető házba kell ágy is, ezt említettem. Jó, egyelőre 2 stacket ide kiszedtem. Gyorsan visszateszem a földet erre a helyre, amit a creeper kirobbantott, és szerintem ide fogom építeni a házamat, sőt, ezt a helyet itt meg is hagyom. Nincs több földünk, nem baj, ezt a helyet itt meg is hagyom egy kis pincerészlegnek. Oké, biztos, hogy nem itt leszünk, sőt, szinte biztos. Ha lesz egy órám, akkor elindulok körülnézni, de ha nem, akkor addig egyelőre nem. De egyelőre ide szeretném megcsinálni a kuckót. Szépségre annyira nem kell mennem elméletileg, de azért szeretnék, úgyhogy valamiféle picike változást szeretnék betenni. Nem csak Oakwood Planksből megéptem az egészet, és ennyi. Ide kiteszem egyelőre. Egyel magasabban kiteszem egyelőre. Kéne egy bajta. A padlót. Nem szeretném, hogy ennél lejjebb legyen. Jó lesz ez itt nekünk. Három földet is magunkhoz veszünk. Ott még be tudjuk temetni. Na, jó, igen. Az itt a föld van a közönben, semmi probléma. Jó, eltelt 2 perc. Hát, ez nem olyan rossz. Már jó haladunk ezzel a kuckóval. És le kell menni a napnak egyébként. Jó, le fog menni. Oké. Akkor, hát most egyelőre ezzel nem variálok, és egyből megcsinálom. Nem fogok változtatni a nyírfára. Itt lesz majd az ajtónk. Itt valahol. 2-es ajtónk lesz. Igen. Azt majd mindjárt lecraftolom. Ennek a helyén pedig hát üvegnek kéne lennie, de nincs üvegünk, akkor egyelőre csak azért, hogy nem mondhassátok, hogy nincs kész a ház, beföldezem, vagy benyírfadeszkázom, de amikor majd lesz időm üveget készíteni, akkor én ezt kicserélem üveggel. Egyelőre azért itt tényleg nagyon locsmány, de semmi probléma. Csinálok fél blokkokat. Szerintem fél blokkból fogom befedni a tetőt. Ja. Jó, nem baj. És meg is kell ölnünk 10 mobot, na az már nem lesz könnyű, főleg mert azt éjszaka lenne könnyű. Az éjszaka elején megölünk 10 mobot, aztán pedig majd...
zseniális. Aztán pedig majd együtt fogunk aludni gyorsan egy falusival. Oké. Elméletileg már csak ajtót kell kraftolnom. Egy, három ajtó, nagyon jó. És kész van a mi kis kuckónk, vagyis hát még nem teljesen, mert még kell bele egy ágy, ugye az is kikötés volt, hogy legyen benne ágy. Azt majd berakom, amiután sikerült megcsinálni a másik challenge-et. Viszont 4 perc eltelt, és egy challenge, hát kész van. Ugye, hogy? Jó, mondjuk ez volt a leghosszabb challenge talán. Az, hogy olják meg viszont mobokat, ahhoz nekünk kelleni fog bilincs. Na itt egy vicc, hát ez zseniális. Ez így nem lesz jó. Ajajajaj, meg kéne állni valahogy, csak hogy tűnjen el innen. Nem baj, meghalok, csak tűnjen el innen. Nem baj, meghalok, csak tűnjen el innen. Jó, megöltük. Oké. Okay. Egy mob megölve. Ez is mobnak számítam. Kaptunk is tőle egy pókszemet, szóval gyorsan szednem kell... követ. Ügyes vagyok. De ügyes vagyok, meghaltam ebbe az esésbe. Semmi baj. Gyorsan szedek... két kő kellett volna, de akkor legyen három. Hújújú, közben már nagyon fogy az időnk. Erről a helyről én miért nem tudok kijutni normál... Lisan! Jajajaj! Oké. Gyorsan akkor felépítünk, semmi probléma. Pazaroljuk csak a izét. Oké. Két mob megvan ölve. Gyorsan lemegyek, ölök pár mobot. Azért akartam egyébként, hogy kardot szerezzek. Azért szedtem követ, de nem baj, akkor ölünk izével mobot. Baltával. Azt nem sikerült megölni. Ez sem sikerült, vagy hát igazából megölettem, de hát ez nem számít annak. Oké, elhátrálunk. Nem vagyok egyébként én ilyen hülye Minecraftest az előző videóban, nem tudom. Miért nem így csináltam, hogy most akartam volna, de az jó. Gyere, Enderman, gyere! Össze kell szednem gyorsan a cuccomat, és... lehet, hogy ez így nagyon nem lesz meg már megint. Sőt, biztos. Aj, megint? Rám támad? Most én? Komoly? Ja, jó, nem. Oké. Okay. Megölöm a zombikat gyorsan. Nem tudom, eddig van megvan négy mob van, nem? Négy mobot öltem meg. Szerintem igen. Jó, zombi falusi vagyok, ő kellene, de most megölöm. Nem baj. Oké, 5 mob. Aztán lehet, hogy nem így van. Már látjátok ti a képernyőn, hogy van egy mob ölés számláló. 6 mob, 3 percen van. 7 mob. Eltört a izém. 7 mob. Csákányjal fogok ezen. Nincs itt a csákány. Nyolc mob. Gyorsan, zombi és pók. 9 és 10, ha őket meg tudom ölni. Jaj, 2 pókot meg kéne tudni ölni. Ajaj, jön a creeper. Ne. Gyertek, pókok, gyertek. Gyertek. Egy megölve. Jaj, ne. Oké, gyere, téged meg akarok ölni. Jó, megölve. Véletlen besipteltem. És hogy... begugoltam, mert nem gépen játszom. Oké, még van 2 percem, az alatt kéne itt elaludni egy falusi mellett. Ha van. Remélem még maradt. Aztán pedig... itt tökéletes. Jó. El is sikerült is elaludni. Zseniális. Gyorsan el kell vinnem az ágyamat. És van másfél percem visszavinni a kuckómhoz az ágyamat. Hogyha tudnám, hogy hol a kuckóm. Zseniális, arra van, ilyen? Ja, ott van, nagyon jó. Gyorsan odarolunk, berakom az ágyamat a kuckóba.
És meg vagyok, szerintem. Aztán nem 10 mobot öltem volna meg, akkor bocs ez, de én úgy számoltam, hogy 10 mobot öltem meg. De meg tudtam volna, hogy még, nem tudom, szerintem jól számoltam. Gyorsan berakjuk, még van egy percünk, nagyon jó. Mondjuk ide, legalább egy lépcső. Oké. Kész van. Mind a három kihívás. Mi azt jelenti, hogy lesz egy órám. Lesz egy órám játszani a játékkal. Ezen kívül gyorsan megeszem ezt az almát. Jó, szerintem sikeres volt tehát ez a mai videó. Le is tethetjük a szemlélőt, igazság szerint lényegtelen. Hát, ez így állunk most, így állunk jelen pillanatban. És akkor a következő videó elejére be fogom vágni, hogy mit csináltam abban az egy órában. És igen, én úgy könyvelem el, hogy megvan a 10 mob megölése, aztán lehet, hogy véletlenül 9-et öltem meg, nem vagyok benne biztos, de szerintem a 9-et is öltem volna meg. Ezt nézzétek el nekem, mert nem tudok számolni, jó? Legyen annyi, hogy nem tudok számolni. Nézzétek el nekem. Szóval akkor a következő videó elejére bevágom nektek az 1 órás játékomat. A mai videóra viszont ennyi lett volna. Én Marci voltam. Sziasztok! Okay, help me see color.